Kananeus erődnek a közepénél, még körülbelül annyi van alattunk, mint amennyi fölöttünk, és azt lehet látni, hogy ez egy komoly erődítmény. Ahogy a törzsek nem tudták bevenni a honfoglaláskor, és Dávidnak is külön erőfeszítésébe került, hogy a várost elfoglalja. Ős időktől fogva állt itt város. Először Sálem van feljegyezve a Bibliában, Sálemként, ugye Jeruzsálem két részből áll, Jeru várost jelent, a Sálem pedig békességet, illetve hát a Jerut fordítják úgy is, hogy alapokkal bíró város. A zsidókhoz írt levélben így van felírva, hogy mennyi Jeruzsálemet, az alapokkal bíró várost várták, Jeruzsálemet, amelynek az építői nem emberek, hanem az Isten, ugye így van a patriárkákról megírva. Tehát Sálemnek hívták a várost, és a Kidron völgyét pedig Sáve völgyének, és Ábrahám idejében bukkan fel a hely először, és abból az időkből származnak ezek a kövek, amikor itt a király Melchizedek volt, a cadikok királya, Melchizedekként ismerjük őt, és amikor Ábrahám legyőzte Kádarleomer seregét Dánnál, ugye, emlékeztek rá, a Dán Nemzeti Parkban egészen északon messze innen voltunk, és visszatér, akkor itt a Sáve völgyében Sálem királya Melchizedek elébe megy az Ábrahámnak, a hadizsákmánnyal vonuló Ábrahámnak, és itt ment elébe borral és kenyérrel, és itt adta meg a tizedet, ugye Ábrahám a hadizsákmányból Melchizedeknek. Utána a Melchizedekről ugye azt mondja a Biblia, hogy a magasságos Istennek Eljónnak volt a királya, a legfelsőbbnek, szó szerint ezt jelenti a kifejezés, és ez a kifejezés, a magasságos Isten kifejezés, ez mindig pogány közegben fordul elő, aki az Istenek között az első, ami alatt azt értik, hogy a szellemi hierarchiában a legelső, a szellemi világ csúcsán levő Istenről van szó, ez az Eljónnak, a magasságos Istennek a jelentése, és így mondják, a magasságos Isten az ég és föld teremtője, ez a teljes címe, így is áldja meg, Melchizedek ezekkel a szavakkal Ábrahámot, legyen Ábrahám áldott a magasságos Istentől, aki égnek és földnek a teremtője. Aztán egy kanaánita jebuzeus dinasztia telepedett meg a városba, őket hívták Hinnomnak, és ők voltak azok, akik a fiait a Gehennában, ugye a város vége a Gehennába ér, a Hinnom völgyében elégették a Melech Istennek, a király Istennek, amit a zsidók nem mondtak ki, hanem az utálatos szónak a magáhangzóit alákeverve Molochnak mondtak, hogy ne mondják ki, hogy a tilos volt az idegen istenek nevét kiejteni, ezt a Mózes törvénye tiltotta, és hogy ne mondják ki, Molochnak hívták, de valójában Melech Istenről van szó. És a király úgy akarta az uralmát biztosítani, hogy az elsőszülött fiát átvitte a tűzön, vagyis elégette tűzben, abban a hiszemben, hogy a tűz az átjáró a látható és a láthatatlan világ között, és hogy elégeti a gyerekét, az átkerül a láthatatlan világba, szolgálja lesz a Melech Istennek, és ezáltal biztosítva van az ő uralma a város fölött. Hinnom fiainak ez a bűne, és a gyermekeiknek a kegyetlen halála ihlette a prófétákat arra, hogy a Moloch mindenfajta tisztelete súlyosan be volt tiltva, amikor ezt előszedték az izraeli királyok, és ennek hódoltak, az mindig a legmélyebb szellemi, a szellemi mélypontot jelentette Izraelbe, és ez ihlette meg Jeremiást, és Jeremiás után pedig Jézus, amikor a Gehennáról beszélt, vagyis a Hinnom völgyéről, Hinnom fiainak a völgyéről. Ez tulajdonképpen a Gehennának a története. De ezek a kananeus királyok is itt uralkodtak, ezeken a bástyákon álltak, jártak, keltek, javítgattak, hogy őrizzék a Gihon forrásnak a vizét, ami az egyetlen állandó vízforrása Jeruzsálemnek. Ezt foglalja el Dávid, és teszi aztán Izrael fővárosába, ahogy a filmben is láttátok, és Jeruzsálem története, és ezzel a zsidó királyságnak, a zsidó államnak a története itt ezeken a köveken kezdődött el. Thank you.